Szekszárd központjában megújulnak a zöld felületek, a Zöld Város Program munkálatainak befejezésével. A műszaki átadások után a feltárt hibák kijavítására 30 nap áll a kivitelező rendelkezésére. Minden munka határidő előtt elkészült, mondta Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere. Ma délelőtt is egyeztettünk, találkoztunk ebben a témában. Az az ígérete, hogy gyakorlatilag a 30 nap áll rendelkezésre, de előteljesít, nem vesz igénybe ezeknek a javításoknak az ideje 30 napot. Ez abból a szempontból is jó nekünk, hogy gyakorlatilag most akkor már teljes egészében, ami a kérdésben elhangzott, koncentrálhatunk a fáknak, a cserjéknek az ültetésére. A burkolatok cseréje után fél hektárral nőtt a beültethető terület, ami további zöld felületeket eredményezett. A talajrendezés során a közműtérképek pontatlansága és a több évtizede otthagyott építési törmelék nehezítette a munkálatokat. A törmelékes talajban nem tudnak megeredni a növények. Elkövetünk mindent érdekében annak, hogy megfelelő humuszpótlással kerüljenek ezek a fák elültetésre, és hát ezt komposzttal is pótoljuk a Aliszka terrától. Itt durván 130-140 földlabdás fa kerül elültetésre. A Luther téren már lehet is látni a munkálatokat. Kérdésünkre Gyurkovics János alpolgármester úr elmondta, hogy részletek még nincsenek, de további zöld felületek kialakítását tervezi a városvezetés Szekszárd más területein is. Megköszönte mindazok munkáját, akik részt vettek a kivitelezésben, és az emberek türelmét a felújítással járó kellemetlenségek miatt.